Az ünnepi szentmisét, amelyet Vinko Pulic, szarajevói bíborot celebrált paptársai segítségével magyar, horvát és latin nyelven, mintegy 2000 hívő kísért figyelemmel. Azok, akik nem fértek be a templomba, kivetítőn követték a szentmisét. Zsámboki Etelka, martonosi hívő, egyetlen misét sem mulaszt el, a Fatima ünnepségen kegytárgyakat is vásárolt. A hitem miatt meg szeretem. Mindig a Jóisten fohászkodok, betegségemre, családom miatt, mindenkiért. Mindig imádkozok értük. Fábrik Rudics Reginának, a fiatal zentai kántornak kitüntetett szerep jutott az ünnepen. Savelin atya egy nagyon különleges feladatot bízott rám, hogy az áldozás után egy Ave Mariát énekeljek el. És az Ave Mariák közül a Caccini Ave Mariáját választottam. Vinko Pulic, szarajevói bíboros első alkalommal celebrált szentmisét Vajdaságban. Iznenadio sam se, na koji način je ovo pripravljeno i organizirano. I koliko je svijeta bilo i koliko se svijeta odazvalo u samoj procesiji, vidljivo je da to istinski svijet voli, da je vrlo srdačno prihvatio. Saverin Zoltán martonosi plébános úgy fogalmazott, ő csak megszervezte az ünnepi szentmisét, az első lépést azonban a szűzanya tette meg 100 évvel ezelőtt. Itt adta úgymond a szívét is, magyarság meg fel tudta ajánlani, de nem csak a magyarok, de mi különösképpen ugye ragaszkodunk drága édesanyákhoz, és kapaszkodunk az ő ígéreteiben, támogatásába, segítségnyújtásába. A mise után látványos gyertyás körmenetet tartottak. A hívők a zentai fúvózenekar kíséretével vitték körbe a Fatimából hozott Szűz Mária szobrot a falu központjának Mécsesekkel szegélyezett utcáin.